Volt egyszer egy királyság, amelynek a közepén az Isten lakott. Jelenléte annyira áthatotta az ott élő emberek szívét, hogy még a földjük megjelölésére is az Úr nevét használták. Úr, Uruszág, Ország, mondogatták királyságukról. Uradalmakról beszéltek, mint a rendezett élet legkisebb egységéről. Benne volt az Isten lelke a föld erejében, a napsugarában és a szél zúgásában. A teremtés, a mindenség koronája volt ez a királyság. Isten országa, a világ 8. csodája. A mindenhatónak, a földnek és a népnek az egységét pedig az égből alászállott szent korona pecsételte meg. Az itt élő emberek annyira szerették az összetartozás égi jelét, hogy végül egy lényegűvé váltak vele. Bennük általuk kelt életre a szent korona. Képe minden születő alattvalónak a szívében ott ragyogott. Ez volt az egyetlen fénylő tökéletesség, mely összefűzte mindazokat, akik valaha ebben a királyságban éltek. Az élő és a holt összetartozott, mert a szent korona királysága nem szűnt meg a halállal. Ez az evangéliumra épült ország jelként lebegett ég és föld között. A világ más birodalmai úgy is nevezték: Archiregnum, azaz ős királyság, fő királyság, minta királyság. Ebben a hazában az országos tisztségek viseléséért nem járt fizetség, mert a szolgálat maga volt a dicsőség. A határokat és a törvényeket az Úristen jelölte ki, hogy senki ne térjen el az örökrendtől. A mércét, melyel a Szent Király megvalósította a mindenható tervét, Fehérváron őrizték örök emlékeztetőül, hogy soha se felejtsék el. Mindenki azonos az ítélő előtt. Az emberek a szerződéseiket az Isten papjai és szerzetesei előtt kötötték, mert vallási szertartás volt minden egyesség. A szerződés szegés pedig a teremtő megsértését jelentette. Az igazság szeretete igazgatta ezt az országot, mert az igazság érzet nem más, mint Isten szeretete. Ez az ősi, égi eredetű királyság valaha a magyar haza volt. Isten és a Szent Korona nevében teremtsük újját.